Két éve vártak erre a zajra a Maros utca zugában élő családok. Megkezdődött a szennyvíz vezetékrendszer kiépítése az ingatlanok előtt. Mindez az önkormányzat által biztosított kedvezmény okán. Örömteljes dolog, hogy a én körzetemben, a 6-os számú választókerületben két zug is építési közösséget alakított. Ezt úgy értem, hogy 50% plusz egy ingatlannak kellett benne lenni ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe tudják venni. 250 ezer forintot fizettek be lakásonként. Ez az összeg, ez tartalmazza a kivitelezést, a tervezést, és megépül a gerincvezeték, egészen a kapun belülre, tehát a bekötést is tartalmazza. De az úgynevezett rákötést is biztosítja a kedvezményes beruházás. 2022-ben indult ez az egész dolog, hát egy kicsit csúsztak ezek azok, de a mai nap, hál' Istennek, odáig jutottunk, hogy ugyebár már kivitelezési szakba értünk el. Az időjárás úgy néz ki, hogy kedvez a munkálatoknak, reméljük hamarosan befejezik. Ezzel úgymond elértük a nagy célunkat, hogy ebbe a kis zugba négyen lakunk, és mondhatjuk, hogy teljes létszámmal mindenki benne volt ebbe a beruházásba. A szennyvíz gerincvezeték kiépítése másfél-két hétig tart, ekkor csatlakozhatnak rá az ingatlanok a rendszerre. A kivitelező, ahogy végez a Maros utcai zugban, áttelepül a Baross utcába, és ott is megkezdi a vezeték kiépítését.